Közeleg a gyerekek talán legédesebb ünnepe, hiszen jövő héten csütörtökön minden családhoz megérkezik a Mikulás. A boltok polcai már október végén megjelentek a csoki figurák és a szaloncukrok. A dömping azonban csak a jövő hét elején kezdődik. Hajdúszoboszló központjában található üzletbe lépve Mikulás rengetegben találjuk magunkat. A gyártók ismét kitettek magukért, hogy a vásárlónak ne legyen könnyű dolga. Tucatnyi formában és méretben lehet kapni a piros alufóliába csomagolt csokoládét. A Mikulás mellett vásárolhatunk hóember és angyal figurát. Megjelentek a hazai, valamint nemzetközi mesefilmek szereplőit ábrázoló csokik is. Az ár szintén változó, már 59 forintért is vásárolható Mikulást, csomagot pedig 299 forintért. A minőséget azonban ebben az esetben is meg kell fizetni, ugyanis a különleges, valódi csokoládéból készült figurák ára megközelíti az 1000 forintot, a lila bögrébe rejtett édességcsomag pedig közel 1700 forint. A kereskedelemben dolgozó szakemberek azt mondják, hogy a csúcs csak ezután várható. Magyarországon december 6-án érkezik a Mikulás, Szent Miklós éjjelén. A gyerekek ilyenkor kiteszik az ablakba a csizmájukat, a nagyszakállú pedig reggelre megtölti. A boltok polcain a kínálat bőséges, a vásárlásnak csak a pénztárcánk szabhat határt. Még nem vásároltam be, majd még meglátom. És mit szokott ilyenkor vásárolni neki? Hát vagy ajándékokat, vagy Mikulás csomagot, de már nagyok a gyerekek, úgyhogy inkább más ruhaneműt, ezt-azt, amire hasznát veszi. 83 esztendőt betöltöttem, én már senkinek nem vásárolok, mert nincs is miből, meg már mind felnőttek. Előveszük azt a listát, amit a gyerekek írtak, átbogarásszuk, és kiválasztjuk azokat közülük, amelyeknek a legjobban örülnének. Mikulásra csomagot, csokoládét, ilyesmit szoktak vásárolni? Természetesen, bár megpróbálunk minél kevesebb édességet, egy kicsit egészségesebben próbáljuk őket nevelni, tehát egy kicsit gyümölcs is kerül abba a csomagba. Még a nagy felnőtt gyerekeknek is csomaggal. Mit szokott a csomagba vásárolni? Hát van bele Mikulás, narancs, mogyoró, ilyenek. Nekem nincsenek unokáim sajnos, de a nagyobb fiaimnak meg a menyemnek néha szoktam venni csak csokoládét. És ilyenkor mennyit költ körülbelül a Mikulásra? Hát megvan, hogy ki mit szeret, és azt a 300 g-os boci csokoládét szeretik. Hát most nem tudom mostanában mennyibe kerül, mert egy ideig nem lehetett kapni. Hát olyan 600 forintok voltak, úgy emlékszem, idáig a tábla csokoládék, ezek a nagyok. Az ünnep elengedhetetlen kelléke a szaloncukor. Őse a 14. században készült francia édesség volt. Akár hungarikumnak is nevezhetjük ezt a jellegzetes karácsonyi édességet, mert kizárólag nálunk népszerű. A magyar cukrászok a 19. század elején kezdték el gyártani. Ma már nincs ünnep a fára akasztható fényes csomagoló papírba rejtett bombon nélkül. A kínálat ebből is óriási. Az üzletek polcain akár gombóc Artúr is megtalálná a kedvenceit. Töltött, mártott, kerek, ovális, szögletes. A legnépszerűbb a zselés, de a marcipános, a vajkaramellás és a kókuszos is népszerű. A gyártók pedig minden évben kedveskednek új ízekkel a szaloncukor rajongóinak. Az ár a Mikulás figurákéhoz hasonlóan változó. Az olcsóbb 5-600 forint körül van, de vásárolhatunk 2200 forintért is. Egy felmérés szerint Magyarországon az ünnepek alatt 4500-5000 tonna szaloncukor fogy, ez másfél kiló családonként.